Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig az Order of Battle folytatása. Az amerikai csendes-óceáni kampánnyal. Midway. Pöttyöket elköltöttük. Lássuk. Gondolom egy masszív tengeri ütközet. Partraszállással esetleg a japánok részéről, vagy sem, majd meglátjuk pontosan miként halad. Sikerült feltörni a japánok terveit, úgyhogy tudunk előre az erőikről. Hú, nem csekély haderő érkezik. Ennek jó része partraszálló egység. Flottán készen áll, főleg a reptérrel együtt állunk nagyon jól. Látjuk, tudjuk, hogy merre van a partra szálló erő, süllyesszük el, amint lehet. A hordozó erőikről nem tudunk semmit, felteszem, akkor az valahol itt lesz. És használjuk ki minél jobban. Két hordozó. Ne engedjük elfoglalni a repteret. Minden hordozó. Hat hajó. Ah, azért kapunk egy parancsnokot. Hordozókért. Kevesebb hordozó a több későbbi csatákba. Ne veszítsünk hordozót, több pénz. Flotta, kevesebb egység a szárazföldön a japánoknak később. Na, további hajókat kaptunk. Egy devasztátor. Remek. No. Javítsuk meg. Nézzük meg, hogy tudunk upgrade-elni. Nem. Dehogy nem. Wildcat. Itt nincs mit tenni. Még egy Wildcat. Inkább rakjuk ki azokat először, amik... Egy torpedó az jól jön. Bombázó jöhet. Bombázó. Mondjuk lehetne egy Mitchell-t is ennyi erővel. Ez jobb. Összességében ez gyengébb. Jó, mennyi 11 repülőt tudunk kirakni. Katalinát azért rakjunk ki, a sose árt. És akkor van még 7 repülőnk. Ez nincs értelme. Avengert akarunk-e? Jó, ahhoz először ki kell rakni a hordozókat.
Yorton, Avenger, stb. És akkor ki tudjuk rakni a Avengert simán. És marad egy pötty. Még egy felderítőgép kell nekem? Sose fog ártani. És akkor lássuk a egyéb flottát, amit még ki tudunk rakni. Simán. Simán. Öt hajó. Hát tudunk-e valami jobbat venni? Vegyünk egy csatahajót, egy Colorado-t, egy minimális költségért majd. És akkor azt hiszem ennyi volt. Amit egyenlőre kirakunk. Lássuk. Oké, feladat, hogy ne veszítsünk hordozót, ugye? Jaja, húzós lesz, mert van három is, meg még kettő itt tőlem. De hát ez van, azért vannak. Valahol. Ez csak 6 kört tud akciózni. Ez a vadász. Potens, de csak kicsi időre. Ez nem túl jó hír. Jobban örülnék, ha tartósabban tudna akciózni. Ó, igen, itt volt még egy rombolónk. És még egy hajó. 35 kör. Hát nagy kérdés, hogy ebből mennyi lesz. Szükséges vagy hasznos? No mindegy. Meg még jó kérdés, hogy a csatahajó az mit jelent, a warship. Rombolót, cirkálót, nagyobb hajót. Oké, akkor a vadászok azt hiszem ide jöjjenek. És beszélgessenek el ezekkel a repülőkkel.
Oké. Oké. Remek, ki van még? Második kör. Gyorsan pörgünk. Amennyire lehet. Még egy pár, azt hiszem. Gyere, gyere. Úgy bizony, legyen itt mind. Minél közelebb. Legyenek vele boldogok. Egy kilőve. Oké. Ja, vagy nem veszem figyelembe ezt a bohótságot. Megveszem a norsk. Az a baj, hogy hova tudom kirakni? Ja, hogy sehova. Az mondjuk pek, hogy ezt ide tudom kirakni csak. Azt nem örömmel leszem. Ha ezt tudom, akkor visszafogom, mert ez így nem túl jó. Egy zéró, egy bombázó, meg egy bombázó. Oké.
Helyes, helyes. Újabb repülők. Hát eddig nem egy nagy eredmény, de haladgatunk. Azért van a flottánk, hogy szétlője őket. Azt sajnálom, hogy az a romboló vagy csatahajó ezek szerint a világ végén van, és körülbelül az egész meccs alatt nem fog ideérni. Ez sajnos benne volt, mondjuk nem talált. Nagy-nagy szerencsémre. Budjant, és az azért számított. Az azért számított, helyes. Jó, hát ezek nem nagyon értek sehova, sajna. Pihiz. Pihiz. Azért van a flottánk, hogy használjuk. Ha nem használjuk, akkor... akkor azt kell kérdeznünk, hogy minek. Ezt az érót azért eléggé megcakkoztuk.
Hát ez megszáguljon, de hát láthatóan túl messze van. Na hát majd meglátjuk ebből még mi és hogyan sül ki. Egyelőre jól állunk. Egy repülő majdnem kilőve. Kettő meg ott igencsak megcapkozva. Úgyhogy gyakran az egyik hordozó az már haszontalan az ő részükről. És hát ha ennyi jön, akkor azt simán szétlövöm a flottával. Ezt felszíni erőkkel fogom legyűrni. Ezt az ellenfél mennyiséget. Ez nem veszélyes. Ez nem tétel. Mondjuk jön újabb repülő, annak nem örülünk. Újabb és újabb és újabb. Ugye ez valószínűleg az első hordozónak a csapata volt, amit szétzúztunk. Jó, hát jelőre húzz innen, most te körülbelül befejezted, szép volt a torpedózás. Kérdés, ez számít? Számít. Számít, mint kilőtt hajó. Nagyon is számít. Oké. Remek. Továbbra sem csináltok semmit.
Te továbbra is csurogsz, de nagyon-nagyon lassan. No, három hajó megvan. Igazából, ha csak ezt szétlövöm, azzal megvan a hat hajó, mert itt van még három. Nem, itt már csak kettő van, meg egy bogyóka, de hát... Négy romboló az nem nagyon izgat. Repülők veszélyesebbek bizonyos szempontból. Főleg, ha elég sokan vannak. Úgy látom, nem nagyon érvényes ez, csak sajnos a gondolkodás kicsit zavarja a gépünket. No, ennyire nem vészes az akciószám, amit itt elkövet. Nem alacsony, nem kevés, ezt nem mondhatom. Kellemetlen, de hát valamikor el kell dobni a torpedóit. Nem örülök. Ha szétszórja, akkor nem olyan vészes, akkor mindenki egy kicsit sérülget. Azért három pöttyöt kilőtt. Összességében. Egy nulla, egy oda. Na, ez egy jó kör volt, ezt szeretjük. Ilyen jöhet. Ilyen bizony jöhet. Ez nem egy rossz szakkozás. Ezt kezdjük szeretni. No. Még van hat köre. Három is egy HP-n megúszta, hát ez van. Ez a nem tudom mi tudjan. Ez most leszáll. Feladatát megtette. Kettőt akarok egy zéróval. Alapvetően nem akarok. 3-3 sem feltétlenül javított az arányon.
Itt 0-0. Lőjük ki fixen, és akkor az azzal biztosan nincsen már baj. No, hát egy budjant. És akkor a 6 az közeledik szépen. Oké. Hol vannak a hajók? Valahol ott van egy, de az nagyon messze. Hát jön a második hullám. Majd meglátjuk, ezekből mire futja. Nyilván az elején hosszadalmas, ahogy a sok-sok egységet kell tologatni sok-sok célpontra. Menekül a nyavaja, menekül. Elfele. Hát legyél boldog vele. Apró kis sérülések, hát ez ilyen. Nem is annyira apró. De hát nem kór egység, úgyhogy igazából nem zavar. Ami sebzést magára szed, az mind nekem jó, mert nem maradandó egységből esik le. Felteszem, a játék úgy gondolta ezt, hogy én itt védekezek majd a szigeten. Jönnek a repülők és légi harcot játszunk, aztán ennyi. Hát nem. Azért van a flottám, hogy az elinduljon. Ha darabra és erőre nagyobb, mint az ellenfelé. És főleg nem, ha itt lenne a csatahajónk, majd legközelebb. Most már megvettük legalább. Ajjajjaj. Az azért fájdalmas sebzés volt. Ezt nem szerettük. Oké, itt van egy ellenséges tenger alattjáró. Amit meg kéne találni. Köszönjük. Ennél könnyebben nem tudtunk volna lőni belőled egyet. Megvagy. És megérhet az a megtiszteltetés, hogy egy hordozó fog kilőni.
új parancsnok. Hajó ellen. Valamelyik. Valamelyikhez odabígyeztjük. Öt kör, az kezd szűkös lenni. Az egyetlen probléma, hogy ha ennyi hordozót itt fölkínálok nekik, akkor előbb-utóbb valamelyiket meglövik. Úgy látom, ezt szétlőttük rendesen, ahogy illik. Azzal nincs is baj. És buty. Egy wildcat. Devastator. Na de merre vannak a hajók? Ott vannak, megvannak. Nyomokban megvannak. Ott van az, amelyiket kerestük leginkább, mondjuk. Oké. Téged csak kidobunk. Neked ez volt a feladatod. Sikerült nem kilőni. Remek. No. Nem, ez volt a teljes inváziós flotta. Helyes. No, már csak a hordozókat vadászgatjuk. Egy kritikus elem megvan. Nagyon jó lenne, ha nem tudna leszállni. Kettőt visszalőtt a szimpi.
Azt szeretjük. 2 az 1-ért, az nem jó. Az nem egy jó arány. Elvileg valahol itt van. Három, az fájdalmasan sok. Még ha utána 2-t bukott. Akkor is. Itt még kamikáze módba beküldött egyet. De kezd az a hordozó igencsak sérült lenni. Nem fogja sokáig bírni. Oké, a torpedó elment. Az egyik torpedóst elküldtük. Pihire. Ezek szerint ott van egy csatahajó. Oké, hát így már nem annyira vicces a helyzet. Valóban, ha csatahajó ugrik ki. De szerencsére ellőtte a nagy csatahajó lőszerét. Egyelőre semmire. Egy lapos tetejű beúszott. Ja. Köszönjük. Hát akkor veled fölöslegesen csináltam ezt az akciót. És utána te mehetsz mindjárt vissza. Ami a legnagyobb probléma. Ami a legnagyobb probléma. Szállj le. És három ben van, helyes. És egy lapos tetejű süllyed.
Hát remélem itt nem a flottámat dobom el. Oké. Két száj le. Egy-egy helyes. Annyira az a cél, hogy előre kilőjük, hanem hogy útba legyünk. Na, és akkor itt a... Nem tudom, melyiket lőttük ki. Soryu, Kaga, Ryu, meg a másik. Oké, egy Dauntless, de ennek... Ennek sürgősen le kell szállnia. Valahol. És ez a Warhawk. Ez megszágult ide. Hogy majd akcióba léphessen. Lássuk. Az a baj, hogy van itt egy-két hajó repülő még, meg egy majdnem hibátlan torpedós. Hármat harapott, az fájdalmas. És miért nem szállt le? Na mindegy, nem azt mondom, hogy az gond, hogy nem szállt le. Ez a gond, hogy ez jön. Egy. Ez van. Addig tudta piszkálni, amíg kilőtte. Ez van. Ezt nem tudom, hogy tétettük volna meg. Majdnem reménytelennek érzem. Se baj. Hibátlan nem lehet minden menetünk. Bár az nyilván sajnálatos, hogy ennyire drága volt. Hát meglátjuk. Mi lett volna a jutalom? Értem, már nem tudjuk meg.
Mindegy is. Ja, extra zseton. Az pedig jól jött volna az extra zseton. Azt nem tagadhatjuk, hogy jól jött volna. Na mindegy, ennyit megteszünk, hogy ezt a torpedót eldobjuk. Jó. Egyelőre kijössz, majd egy második torpedóra talán jó vagy. Vagy nem, ki tudja. Kis nehéz cirkáló piszkálás. Egy újabb torpedós. Hát meglátjuk. Nem biztos, hogy jó ötlet ez, mert itt a két csatahajó az alkot. Néhány menekülőt kilövünk. Ezt meg kellett volna javítani. Nem vettük észre, hogy ez javításra szorul. Csúnyán. No, hát azt minden folytatjuk legközelebb. Már ennyi volt. Kezdődött a felszíni összetűzés. Ez nem biztos, hogy nekem jön ki jól. Mondjuk ezek sérültek, három sérült. De van két csatahajó, azaz ami nem oké. Többivel ellennék. Mert itt mennyi? 1-2-3. 1-2-3. 4, de ebből sok sérült.
két cirkáló, az ellen van három, de neki van két csatahajója is. Jó, cserébe nekem meg repülőim, meg jobban dolgozunk elvileg. Hát ez nem lesz olcsona. Lehet, hogy fogunk bukni hajókat is. Meglátjuk. Már annyi.